Köszönöm, elnök úr. Szóba került az eskütétel, hát képviselőjére a Magyar Nemzet Szolgálatára tettem esküt, és természetesen be kell tartanunk a jogszabályokat. Én gondoltam, hogy betartottam a házszabályt is, és államtitkár asszony is nagyon helyesen beszélt ezekről a nagyon komoly rendszer problémákról. Az hatházi képviselő úr is, Nacsa képviselő úr is beszélt ezekről a problémákról. És én azt gondolom, hogy mindannyiunknak, önnek is képviselő úr, az a feladata, hogy ezek a kérdések végre ide kerüljenek az országgyűlés elé. Ugye ön is elkezdett, belementem a témába, én nagyon helyesnek tartom, hogy elkezdte, és talán elismeri, hogy itt vannak problémák. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legkomolyabb rendszer probléma, hogy minden magyar embert éri. És képviselő úr, azt visszautasítom, hogy nekünk ne lenne fontos néhány ember. Én elmondtam, hogy ez a javaslat önmagában az ágazat súlyos rendszer problémához viszonyítva nagyon szűk, piszlicsári, nem tudom, milyen szóhasználatra értem, de elmondtam önmagában egy fontos javaslat, ami természetesen támogatható. Ugyanakkor nekünk feladatunk, hogy ezekkel a kérdésekkel, ezekkel a problémákkal megküzdjünk. És képviselő úr, önök 10 év alatt nem tették meg, hogy az országgyűlésre bekerüljön egy ilyen javaslat és egy ilyen átfogó stratégiát, végre ki tudjon dolgozni az országgyűlés, és elinduljon ezeknek a hatalmasnak, a rendszer problémáknak a föltérképezése és megoldása. Én viszont nem ereszkedem le arra szintre, hogy azt mondjam, önöknek nem fontos a magyar teljes magyar lakosság. Mert én azt gondolom, hogy hogyha ilyen szinten kezdünk el egymással vagdalkozni, az nem visz előre minket ezeknek a problémáknak a megoldásában. Nem emlékszem már pontosan, Kósa képviselő úr, hogy mióta 2 éve képviselő vagyok, 3-szor vagy 4-szer terjesztettem az országgyűlés elé ilyen problémákat. Próbálkoztam határozatjavaslattal, hogy a víziközmű rendszert, a vízügyi szektort, válságos helyzetet érintő javaslatokról kezdjünk el vitatkozni. Ezt ahányszor beterjesztettem, annyiszor akadályozták meg az ön frakciótársai, hogy itt elkezdhessünk róla egy vitát. Én most szaván fogom, képviselő úr. Nyújtsunk be közösen egy javaslatot, hogy kerüljön el a ház elé ez a vita. És kezdjünk el erről beszélni. Én örülök, hogy van véleménye, remélem, hogy a többieknek is lesz véleménye, remélem, hogy végre megtudunk valamit abból az évek óta készülő stratégiából, amit megoldást kínál. Válaszoljon, képviselő úr, hajlandó-e arra, hogy ketten közösen beterjesztünk egy javaslatot az országgyűlés elő, hogy végre ezekről az ön által is fontosnak nevezett kérdésekről elkezdhessünk egy vitát folytatni. Köszönöm.